Így mindenki tegeződött itt, úgyhogy ha lehet a tegeződő hangnemet szeretném én is használni, ha bár így csak érdekességképpen megemlíteném, hogy a cégnél, hogy most már többen vagyunk, most merült föl, hogy be fogjuk vezetni a magázónapot, és akkor így mindenki magázva fogja egymást megszólítani, csak azért, hogy a fejlesztői hangulat az jól menjen. Elnézést itt a technikai nehézségekért, én szoftverekkel foglalkozok, hardverekkel nem foglalkozok, úgyhogy néha számomra is rejtély, hogy ezek, hogy működnek ezek a dolgok. Commodore 64 már egy korábbi adáson előfordult, én abban az időben kezdtem még a dolgot. Sokat szeretnék említeni az innovációról, milyen fontos volt az életemben az innováció. 10 éves koromban kaptam egy ilyen számítógépet, nagy szerencsém volt, nagybátyám német, akkor még Nyugat-Németországban dolgozott, és hát akkoriban 80-as években elég egyszerűen lehetett lőni egymást nagyjából ezekkel a játékokkal, nem volt bonyolult dolgok. Elég gyorsan arra kanyarodtam, hogy én is szeretnék egy játékprogramot írni, de már akkor úgy unalmasnak tűnt az, ami van, és én egy kicsit azonban gondolkoztam, hogy lehet ezt 3D-ben megcsinálni, meg ilyesmi. Aztán nyilván 10 éves fejjel akkori információ, akkor még nem nagyon volt internet, stb. Tehát itt volt floppy lemezről szó, akkor mi még kazettáról töltöttük be a játékokat, tehát akkor egész gyorsan beláttam, hogy az, amit akkor megálmodtam, akkor egész egyszerűen nem fogom tudni megcsinálni. Érdekes így a konferencia kapcsán bele gondolni abba, hogy hát végül is az nem is kellett olyan nagyon sokat, egy-két évtizedet kellett várni, és már valóban is vált a dolog, és hát még sőt, azokat az elképzeléseket már régen túl is szárnyaltuk. Hangosabban. Én jól hallom magam, de... Én úgy hallom, hogy visszahangom saját magamat, de megpróbálok hangosabban beszélni. A szoftverfejlesztési karrieremet kb. 97-96 körül kezdtem el. Békés Csabáról Szegedre kerültem, igazán elég hamar rájöttem, hogy Budapestre kell menni dolgozni ahhoz, hogy tényleg azt csinálja, amit szeretnék, de ott is már valahogy egy olyan céghez kerültem, ahonnan elég gyorsan lehetett tovább menni külföldre. Itt amiket most mesélni fogok, abban természetesen a munkám folyamán nagyon sok unalmas napi feladattal is találkoztam, nyilván csak azokat fogom megemlíteni, ami ma az innováció szempontjából nagyon fontos volt. Én ugye a 90-es évek közepe, második felébe SAP tanácsadóként dolgoztam. Aki nem tudja esetleg, mi az az SAP, az egy ilyen nagy céges szoftver integrációs vállalatirányítási rendszer. Ebben az évben a legérdekesebb feladat az volt, hogy az egyik ügyfél, egy kaliforniai ügyfél, internetkapcsolatot szeretett volna létesíteni az SAP-val. Az SAP azután, hogy mi ezt megvalósítottuk, még 2 évig nem is jött ki semmifajta megoldása. Én mindig furcsálottam, hogy az SAP-tól nem kerestek meg minket, de ez egy nagyon-nagyon érdekes feladat volt, hogy hogyan tudjuk azt megcsinálni. És hát hónapokat töltöttünk az SAP-val vitatkozva, hogy licenszeljük azokat a felhasználókat, hiszen nem volt mögötte tényleges felhasználó, egyszerűen nem élt bele az SAP-nek a licensz tervébe az, amit mi csináltunk. Aztán 2-3 év múlva ők is kijöttek vele, és akkor már egészen könnyebb volt az ügyfeleknek. Én ettől a cégtől 1 év után kikerültem Amerikába, itt egész pontosan először Kaliforniában, majd Denver, Colorado-ban dolgoztam. És akkor átváltottam Java rendszerek fejlesztésére. Ez is egy érdekes dolog volt, mert ami már elfogadott legalábbis szoftverfejlesztési körökben, talán hallottátok a Tomcat applikációs szerver nevét, talán ez a leggyakoribb, de van sok másik, a Sun-nak is van megoldása, illetve egyebeket ne is említsek. Akkoriban egy darab volt, annak a nevét nem is mondom, még fejlesztői körökben is a kollégáim se hallották a nevét. Nagyon érdekes volt azzal a rendszerrel is dolgozni, hiszen az volt az egyetlen a piacon, és maga a cég adta nekünk az oktatókat teljesen ingyen, hogy legalább használja valaki a rendszert, és fogadtassuk el az ügyféllel. Majd az út másik oldalán volt a Sun-nak akkor az egyik központja, és ők is
kijöttek egy ilyen applikációs szerverrel, gyorsan beszerettek volna törni a piacra. És ők például ingyen Java programozókat adtak nekünk, hogy az ő rendszerükön fejlesszük le az ügyfélnek azt, amit az ügyfél szeretett volna. Aztán visszakerültem az SAP világába, ezek a jó kis innovációs, előremutató, kicsit megelőztük a saját korunkat, feladatok elmúltak, és hát ezekre elég hamar rámutam. Én ekkor dolgoztam körülbelül 5 éve, és akkor úgy döntöttem, hogy egy hátizsákot veszek a hátamra a feleségemmel, és elindultunk a virág körül, körülbelül másfél évig utazgattunk mindenfele. És hát ugyan nem szakmai dolgokkal telt az élet, ami nem teljesen igaz, mert olyan 10 hónap utazás után Ausztráliába értünk, és akkor már nagyon elegünk volt az utazókból, mert az utazóknál igazán az első két téma az, hogy hol és merre jártál, a második téma az, hogy mennyi időt töltöttél a WC-n mondjuk egy Indiában, vagy ilyesmi. És ez egy idő után nyilván unalmas, és ott egy kicsit elő akartam venni a számítógépeket, és ott sikerült is találni egy állást 3 hétre, de 3 hét pont elegendő volt ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy van itt még felfedezni való a világon. Szakmai szempontból azért ez egy óriási dolgot adott, hiszen ugye én az összes tanulmányomat Magyarországon végeztem. Nyilván belekerülünk egy gondolkodási rendszerbe, amiből iszonyatos nehéz kikerülni, nagyon nehéz másképp gondolkozni, és érdekes volt látni azt, hogy igenis emberek a világ másik részén ugyanazt a feladatot esetleg másképp oldják meg, másképp kezdenek neki, és azt hiszem ebből nagyon nagy tapasztalat lett. Jó, itt ez volt körülbelül ez a 2004-ig tartó időszak. 2004-ben néztünk rá a bankszámlánkra, és láttuk, hogy üres, és akkor nem volt, nincs mit tenni, vissza kellett térni a munkába. Akkor még nagyon jól értek az amerikai tapasztalatok, hát sokkal egyszerűbb volt oda visszamenni dolgozni 2-3 hónapra, mint itt valami állást találni. És ekkor találkoztam a Golivoli társalapítójával, ketten alapítottuk meg a céget, nem 2004-ben, habár a kis grafikonom ott kezdődik, hanem ekkor söröztünk egy jót New Yorkban, és hogy másnap szellőztessük a fejünket, sétáltunk egy óriásit, és ekkor született meg a Golivoli ötlete, erről egy kicsit majd később mesélni fogok, hogy ez mi is pontosan, ha el tudom mondani, még igazán sose sikerült. De mondjuk ezen a ponton az érdekes dolog az, és amire rá szeretnék világítani, és céloztam is, hogy igenis lehet hibázni útközben, sőt, mi is rengeteget hibáztunk, és így előremutatólag mutatom is, hogy 2004-től 2014 van a grafikonon, és még mindig azt mondom, hogy a startup kategóriából még nem sikerült kimennünk, tehát bőven van miből tanulnunk, és reméljük, hogy mi is sikerült ezeket a következtetéseket levonni. A lényeg az volt, hogy ekkor mi kitaláltunk egy közösségi hálóra alapuló mini gazdaságot, ami akkor Golivolinak hívtunk. Hogy az évszámot megvilágítsam, milyen szempontból fontos, a Facebook 2004-ben kezdte meg működését, de igazán csak 2008-ban előzte meg a MySpace-t, tehát igazán mondjuk én nem tudom, én nem annyira régen csatlakoztam a Facebookhoz, illetve használom aktívan, inkább csak mondjuk az érdekes ilyen tesztelési környezetben használtam, és akkor mindig kiposztoltam ilyeneket, hogy tesztüzenet, mert a programot kipróbáltam ugye Facebookra, és akkor jöttek a barátok, hogy mi az, hogy tesztüzenet, főleg az amerikai barátok, mert nem értették, hogy micsoda. De visszakanyarodva ide, tehát kitaláltunk valamit, ami akkor nagyon új volt, és természetesen ahelyett, hogy leütünk volna és megcsináltuk volna, hogy ezt minden normális ember csinálná, beraktuk a fiókba egy ötletet, és 3 évig hozzá se nyúltunk, és akkor mind a ketten másfele kanyarodott az életünk, csináltuk a saját kis dolgunkat,
És hát 2007-ig kellett ahhoz várnunk, hogy az újra előkerülhessen. Tehát ott voltunk a kezdéskor, első, amit megtanultunk ebből, hogy hát igen, ha van egy ötlet, akkor ezen nem szabad várni, mert az az ötlet nagyon sok más fejben és hirtelen ugyanabban a pillanatban előfordul. Tehát ha sokat várunk, túl kevés erőforrással állunk neki, akkor valószínűleg más hamarabb, jobban, gyorsabban meg fogja csinálni, mint mi. Egyébként erről így eszembe jut egy történet, ezt egyszer egy ismerős mesélte, ismerős ismerősének a története, tehát nem tudtam utána járni, hogy igaz-e, de ez az ismerős ismerős egy szabadalmi hivatalban dolgozott, és ő mondta, hogy érdekes módon észrevett azt a mintát, hogy ha valami szabadalmat beadnak, rá egy hónappal még tizen beadják ugyanazt, akár földrajzi helytől, teljesen függetlenül. Tehát tényleg, hogyha ebbe a felgyorsult világban van valami, akkor azon lépnünk kell. Jó, 2007-ben döntöttünk úgy, hogy elindítjuk, kilőjük a mi kis vállalkozásunkat, összeálltunk. A 2007-es év, hát sokan azt mondják, hogy ugye a válság előtti csúcs, én nem teljesen így érzékelem, én más elemzéseknek szeretek hinni, de közben rájöttem, hogy mindig fonákul gondolkozok, és fordítva van bekötve a gondolkozásom. Én úgy érzékelem, hogy már a válság 2000 környékén kezdődik, csak különböző statisztikai trükkökkel ezt 2008-ig sikerült elrejteni. Tehát 2007 az már nem az a környezet volt, mint mondjuk a 2000-es évet megelőző időszak, amikor az ember az ötletre itt leírta egy szalvétára, egy étterembe, és a szemben ülő fél a kezében nyomott $1 millió, hogy valósítsa meg az ötletet, sőt, hogy ne is valósítsa meg, csak hogy adja el neki ezt az ötletet. Tehát 2007-ben arra már olyan reális esélyünk nem volt, hogy különösebb befektetési tőkét tudjunk csak egy ötletre hozni. Mi akkor úgy döntöttünk, hogy saját erőforrásból próbáljuk lefejleszteni a kis szociális hálóra épülő minigazdaságunkat, ami leginkább a 3 évvel ezelőtti kalandok kapcsán a sör körül mozgott. Szerettünk volna bárokat, kocsmákat megkeresni, hogy szociális alapon próbálja meg az ügyfeleit bevonzani, ha éppen lassú a biznisz, akkor meghirdetni egy ad-hoc happy hour-t, hogy bevonzza az embereket, vagy ha az ember éppen valahol jár, amit nem ismer, akkor a kis kütyüjén telefonján megnézze, hogy éppen hol mi kapható, legolcsóban, stb. Saját erőforrásból csináltuk, eltartott egy jó ideig, körülbelül 3 évig fejlesztettük. A másik hiba, amit itt elkövettünk, az pedig az volt, hogy a nagy képre koncentráltunk. Egy szociális alapon működő minigazdaság az egy óriási kép. Ha az ember elkezd benne gondolkozni, azt nem csak 3, hanem 20 évig is fejleszthettük volna, valójában egy kisebb problémára kellett volna abban a pillanatban koncentrálni. 2 évvel később a fejlesztés elkezdése után be tudtuk érni a böngészőbe, hogy ikolivoli.com, ez valami iszonyatos büszkeséggel töltött el minket akkor, de egy 1,5 évvel rá kijött egy másik vállalkozás, aki szebb volt, jobb volt és jobban csinálta azt, amit mi csináltunk. Úgyhogy akkor itt egy kicsit a stratégiánkat át kellett gondolni, hogy mit csinálunk következőleg. Korábban említettem, hogy igazán magamról mesél, vagy igazán a nagy céges környezet az, ami nekünk fekszik, illetve amiben tapasztalatunk van, az üzlettársam, vagy az alapító társam is igazán 20-25 éves projektmenedzseri tapasztalattal rendelkezik Fortune 500 cégeknél, aki esetleg azt nem ismeri ezt a kifejezést, a Fortune magazin állított fel egy 500 legjelentősebb vállalata a világon listát, tehát elég jelentős cégekről van szó. És átalakítottuk a rendszert, majd a rendszerről egy kicsit később bővebben. Rájöttünk, hogy azért ez a 3 év nem volt elvesztegetett idő, mert egy olyan általános keretrendszert sikerült megvalósítanunk, ami a sarki kocsmának is tud működni,
egy több milliárd dolláros éves bevétellel rendelkező cégnek, és nagyon jó szolgálatokat tud tenni. És aránylag egy rövid fejlesztés, egy 6 hónapos fejlesztés után az Estée Lauder cégeknél tudtunk demózni, hogy nekik adjunk el egy termékek közé köré csoportosuló megoldást. Hát itt ütköztünk bele a kis cég mit keres az óriási nagy cégnél problémába és a vállalati politikának mindenfajta finomságával. Ez a 6 hónapos fejlesztésünkkel gyakorlatilag tökéletesen föltártuk azt, amit ők szerettek volna, és ők sem tudták. A 6 hónap végén pedig valamelyik középvezetőnek, az unokatestvérének a cége megkapta a fejlesztést. tehát ebből is tanulnunk kellett. Egy másik tapasztalat, és egyébként nagyon fontos tanács, és én ezeken jól tudok magamon nevetni, hogy sosem szabad panaszkodni azon, ha nélkülem ment el a vonat. Mert ha belekerülök abba az állapotba, akkor nem tudom újra gondolni az egész stratégiát, nem tudom elemezni azt, hogy mit csináltam rosszul. Tehát igenis, integetni kell a vonatnak, nevetni kell egy jót, és megnézni, mert ott van még 15 másik vonat, amire föl lehet szállni. Tehát ezzel nincs semmifajta probléma. Számokat nem mondok, mert az már valószínűleg üzleti titok lenne. Azóta ez a projekt nem indult el. Eddig 10-szer többbe került, mint amiért mi vezettük volna be, és egy katasztrófa az egész, tehát ezt hallottuk vissza. Ettől a májam örül egy picit, de hát akkor sem mi vagyunk ott. Na hát ezen a ponton nekünk itt a kő alá is be kellett már néznünk, hogy valami erőforrást találjunk, mert itt valószínűleg, itt már kb. Ugyanúgy éreztük magunkat, mint utazás után, hogy megint üres volt a bankszámla, és hát legalább a saját fizetésünket jól lett volna kifizetni, mert azért a boltban nem adnak golivoliért ennivalót, úgyhogy itt újra stratégiamódosítás következett, és megnéztük azt, hogy mink van, mit csinálunk jól, és rájöttünk, hogy van egy kész keretrendszerünk, van egy olyan absztrakt megoldásunk, ami gyakorlatilag mindenre jó, és kerestünk olyan üzleti problémákat, olyan vállalkozásokat, akinek megoldandó problémája volt, és megmondtuk nekik, hogy azzal, amink van, egy sokkal hamarabbi bevezetés és fejlesztést tudunk számukra eszközölni. És itt sikerült a 3-as verzióját, ez a GV1, GV2, GV3 ez a verzió számra utal, a keretrendszerünknek lefejleszteni, és itt most én igazán ott a kis körökben, amiből semmi nem látszik, de majd úgyis később mondom, hogy mik azok. Sikerült két tényleges megoldást aránylag rövid határidőn belül szállítani, és hogy volt bemutatható ügyfelünk, innentől már a befektetési tőkének a megszerzése sem volt nehézkes. Visszamenne így a görbe előző időszakára, azért azt is megemlíteném, így a kis belső arcok, stb. Ilyesmi. Az üzlettárs, vagy az alapítótársamnak van a nagyobb tulajdon része, ő volt az, aki mindig húzni szerette volna azt, hogy befektetési tőkét szerezzünk, hiszen akkor az ő üzlet része jobban sérül. Egyébként ez is igaz, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz döntés az, hogy ennek a görbének, vagy az életpályának melyik szakaszán mondjuk azt, hogy szeretnénk pénzt kapni. Ha az elején szeretnénk pénzt kapni, gyakorlatilag valószínűleg már is kisebbségi tulajdonba kerülünk. Minél tovább várunk, annál nagyobb tulajdonrészünk marad nekünk. Én nem tudom megmondani, melyik a helyes, így ijesztő. Tehát így megcsináltam tegnap előtt ezt a prezentációt, így egy kicsit így sírtunk is, nevettünk is, hogy úristen, már mióta csináljunk, és még mindig csak itt tartunk. De viszont van befektetési tőkénk és nagy tulajdonrészünk. Tehát igazán nem lehet tudni, hogy melyik a helyes, ez mindenkinek az egyéni céljai dönthetik el. És akkor hol tartunk most? 2014-ben. Újra demózni tudunk jelentős cégeknél. Ezek főleg amerikai cégek. Már nem ketten üzzük az ipart a számítógép mögött görnyedve reggeltől estig napi 11 órában, hanem ezt már öten tudjuk csinálni.
sőt, nem nekem kell 11 órába dolgozni, hanem a többiek. Persze ez nem igaz, nem vagyok ilyen ostoros rossz ember. Meg tudunk fizetni egy budapesti irodát egy jó helyen, ez egyébként egész pontosan az Andrássy úton van, és gyakorlatilag még az idén tudunk indítani egy amerikai lányvállalatot, hogy az ottani eladásukat onnan fogjuk eszközölni. Mégis azt mondtam, hogy startup kategóriában vagyunk, én akkor fogom azt mondani, hogy nem, ha már láthatólag mondjuk nem befektetési tőkéből finanszírozunk magunkat, hanem bevételekből. Jó, és akkor mi is az a Golivoli? A utóbbi években rengetegen megkérdezték tőlem, hogy mit jelent a név, mert olyan jól hangzik, szerintem is jól hangzik, halványilag őzöm nincs, mit jelent. Az alapítótársam találta ki, és nem tudott 10 év alatt egy egyenes választ adni, hogy honnan jön a név. Úgyhogy ezt sajnos nem tudom megmondani. De olyan jó könnyű megjegyezni. Mondjuk felmerült az, hogy egy nagy jelentős cégnél ez a név eladható-e, úgyhogy majd utána fogok nézni, hogy esetleg jelent-e valami rosszat, mert azt sose lehet tudni, hogy milyen hátsó jelentése van a dolgoknak. Jó. Említettem, hogy ez jó volt kis cégeknek is. Igazán átalakultunk egy nagy céges környezetté, és az alapötlet nagyon-nagyon egyszerű. Igazán szerintem minden startupnak, vagy mindennek azt kell meghatározni, hogy mi az alapötlet, és a végtelenségig egyszerűsíteni. És az én tapasztalomban nekünk magyaroknak ezzel egy picit problémája van. Szeretünk túlbonyolítani dolgokat. Ebbe a hibába én is beleestem. Nagyon egyszerű a probléma. Ott van a nagy csomó résztvevő, gyakorlatilag mindenki, aki a terembe ül, mindenki a piacon. Igazán mindenki elad és vesz valamit. Amikor mi egy a Bettivel és a többi társunkkal együtt egy Waldorf iskolát alapítunk, mégis akkor is eladni szeretnénk valakit a többieknek, természetesen teljesen ingyen csináljuk, stb. Nem feltétlenül kell ennek pénzmozgás lenni mögötte. És arra is rájöttünk, hogy gyakorlatilag ha termékben, mint absztrakt dologban gondolkozunk, akkor az a termék lehet bármi, legyen az egy parfüm, legyen az egy Waldorf iskola, vagy egy Golivoli keretrendszer, tök mindegy. Ugyanazt a konzisztens életpályát fogja bejárni az a termék. És ha ezt sikerült mondjuk félig meddig tudományos módon, félig meddig tapasztalatokból ezt a folyamatot leírnunk, akkor gyakorlatilag erre lehet egy olyan alapot építeni, amire ráépítve bármilyen üzleti megoldást meg tudunk fél vagy negyed idő alatt valósítani. És hát igazán mi is a feladat valójában innentől kezdve? A feladat innentől kezdve az, hogy megtaláljuk ebbe a tömegbe, hogy ki az a mi vásárlónk. És nem feltétlenül a konkrét ötletünkre kell koncentrálni, hanem arra, hogy gyakorlatilag mindenki egy vásárló, és figyeljünk oda, hogy neki mi a dolga, amit szeretne, és ha arra tudunk egy megoldást szállítani rövid idő alatt, akkor gyakorlatilag van egy vásárlónk, nem pedig ragaszkodni ahhoz az egy dologhoz, amit kitaláltunk 5 éve, és már akkor is eladjuk, ha beledöglünk. Na szóval... És ha megtaláltuk a vásárlót, hát az informatikában ez a másik szép történet, amikor valaki megtanul valamit, és én ezzel nagyon sokat találkozom, hogy valaki megtanul egy programozási nyelvet, és ha az ügyfél meggörbül, akkor is az a programozási nyelv lesz bevezetve nála, ha legyen az PHP-jával, tök mindegy, mert a programozó épp azt ismeri, és nem hajlandó belátni, hogy esetleg az ügyfélnek másra van szüksége. Hogyha megtaláltuk a vásárlónkat, akkor empátiával üljünk le vele, és tényleg érezzük át azt, hogy mi az, amit ő meg szeretne oldani, milyen problémái vannak, és arra találjunk megoldást. Ne feltétlenül a mi megoldásunkat erőltessük rá. Ez tegnap elő is fordult velem. Tárgyalni voltam egy jelentős magyar cégnél, akik egy nagyon egyszerű alkalmazást kértek tőlünk, 17 ezer helyen árulják Magyarországon a terméküket, és szeretnék, hogyha a vásárlóik mobiltelefonon bárhol megmutassa, hogy hol vannak ezek a helyszínek. Nagyon egyszerű, sok ilyen van, nem kellett hozzá föltalálni a spanyol viaszt. De ugye ebben nekünk
több tapasztalatunk van, mint nekük. És egyből eszünkbe jutott, hogy hát akkor miért nem csináljuk azt, hogy bemondjuk a vásárlókat is arra, hogy visszajelzések, hogy ha nem találja meg a helyet, akkor vissza tudjon jelezni. Vagy ha valamilyen promóciót bocsájtanak ki, akkor már az alkalmazáson keresztül a felhasználókat el tudják kérni. És jönnek ezek az ötletek, és ők egész egyszerűen azt mondták, hogy nem, ők most egyszerűen csak az első pontra szeretnének koncentrálni, és én itt éreztem át azt, hogy milyen fontos az átérezni, hogy ne erőltessem rájuk azt, hogy ők mit szeretnének, hanem hallgassam meg őket. És igen, ha először egyszerűen akarnak indulni, akkor legyen úgy. Itt visszakanyarodnék egy kicsit, a bevezetésben említettem az első amerikai cégnél a SunUp szerverre írtunk egy alkalmazást, mondjuk ez egy jó történet, hogy a cég redőnyöket gyártott. És pár évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy a dokumentációkat ISO minősítik. Na most ezek a dolgok változnak, mert rájönnek, hogy egy kicsit másképp lehet csinálni, akkor módosítják, hogy nem annyit kell levágni abból a rútból, hanem ennyit kell, meg stb. És ezek a dokumentációk ilyen vastag könyvekben voltak, és az ISO minősítés, én nem értek hozzá, meg nem tudom, de én csak azt láttam, hogy ezek a könyvek ilyen rózsaszín, narancssárga, meg zöld cetlikkel össze-vissza vannak ragaszkodva, és hivatkoznak a másik könyvnek az X oldalára, és az volt a feladatunk, ez 90-es években volt, ez fontos, az volt a feladatunk, hogy ezt a könyvet, amit egyébként senki nem használt, mert totál használhatatlan volt az ISO minősítés miatt, mert senki nem értett ezeket a cetliket, mindenki fejből csinált mindent egyébként. Ezt vigyük át egy számítógépes rendszerre, webfelületen beírja az ember, hogy melyik redőny, azt meg szépen mindent kiszámol, kiírja, hogy mit mekkorára kell vágni. Természetesen elkészült a rendszer, azt mondták, hogy ez nem jó, mert nem így kell csinálni. Hát persze az információ, ami a könyvekben volt, már nem volt kúrens, nem volt aktuális, és hát ezt mi nem tudhattuk, hogy éppen a mexikóiak fejében mi volt, akik a gyártósornál voltak. De nem is ez volt az egyik aspektus, hanem másik aspektus az volt, hogy ez a 90-es évek második felébe, ez kicsit olyan, mintha ez mondjuk nagyon távlati, de az ősembernek adtam volna valami, amire még nem volt kész. Egy olyan rendszert adtunk nekik, amivel nagyon megelőztük az adott kort, hamar el is halt a dolog egyébként. Tehát nem is használták, és nem tudtuk bevezetni, mert egyszerűen nem voltak készen rá. Tehát a másik nagy feladat az, hogyha bevezetjük a megoldásunkat, nagyon oda kell figyelni arra, hogy a megrendelő kész legyen rá, mert ha nincs kész, akkor nem fogják tudni a változást adaptálni, és ezt napi szinten érzékelem akármilyen hétköznapi problémával is, hogyha valamilyen dolgot mondok valakinek, aki amilyen változásról még nincs kész, akkor egyszerűen mintha meg se hallaná. És hát ez az üzleti életben is előfordul. Mik is ezek a lépések? Igazán mi hat egyszerű pontra bontottuk le azt, hogy születik meg egy termék. Igazán valakinek kipattan az ötlet a fejéből, utána erre szervez egy csapatot, aki az meg fogja valósítani, vagy csapatokat, ugye egy nagy cégnél inkább csapatokról van szó. Ezek a csapatok leülnek, akik azért felelősek, azok megtervezik, hogy ez hogy fog kinézni, megtervezik, hogy fog gyártódni, megtervezik, hogy fognak az üzleti folyamatok folyni, stb. Aztán kerülhet gyártásba a termék, majd szállítás és eladás. És gyakorlatilag itt a termék van a középen, az a termék lehetne a Golivoli, lehetne bármelyik Golivolira épülő egyéb szolgáltatás, de lehetne egy Waldorf iskola is. Úgyhogy, és aztán termékeket ugye belső körökön lehet különböző kategóriákba, márkákba és sorolni, és különböző piaci csatornákon értékesíteni. Tehát igazán erről szól a rendszer, hogy ezek a kövek, alapkövek léteznek, és amikor mi kapunk egy problémát, akkor megpróbáljuk absztraktá tenni, erre ráhúzni, ha sikerül, akkor megcsináljuk, ha nem sikerül, akkor megmondjuk az ügyfélnek, hogy talán egy másik megoldás jobb lenne számára.
Jó. Ebben a folyamatban van egy nagyon másik fontos dolog. Ez eddig igazán egyszerű. Ami viszont sokkal fontosabb ennél, hogy itt a kialakult csapatok között nagyon fontos kollaborációnak kell történnie. És ha ez a kollaboráció, együttműködés akadályokba ütközik, és most itt megemlíteném a most divatos lean hozzáállást, ami ugye az akadálymentesítésről szól, akkor ezek a folyamatok nagyon lelassulnak, a termékbevezetés hirtelen drágább lesz, stb. Stb. Erre elmondanék egy példát. Ismerek olyan céget, ahol ha én leülök, mint új alkalmazott, 3 hetet kell várnom arra, hogy be tudjak jelentkezni a számítógépen. Mert ilyen ID badge-et kell attól kérnem, aztán az informatikusok létrehozzák ezt, aztán beállítják a jogosultságokat a 15-20 számítógépes rendszerbe, ami a cégnél fut. Az én tapasztalatomban szerencsére ez csak 1 hét volt a legrosszabb eset, de ha megnézzük az ábrát, akkor a termék akár ez is lehet, hogy felvettem egy új embert, és húzzak rá egy folyamatot, hogy mondjuk ő eljusson odáig, hogy be tud jelentkezni a rendszer. Teljesen indokolatlan ez a 3 hét, 1 hét, stb. Mert igazán hol bukik el a dolog? Ott bukik el a dolog, hogy a különböző csapatok nem jól kommunikálnak egymással, nem jól, túl bonyolult a számítógépes rendszer, nem tudják kezelni, stb. Stb. Tehát a rendszeren belül mi óriási hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kommunikáció nagyon jól folyjon a résztvevők között. A harmadik pedig, amit talán a Golivoli 1-es esetében követtünk el hibát, az, hogy fel kell ismerni a partnereket. Nem szabad úgy hozzáállni egy feladathoz, hogy mindent mi csinálunk meg. Igenis fontos az, hogy együttműködjünk más vállalkozásokkal, fölismerni azt, hogy más már valamit nagyon jól csinál, és partnerként tekintsünk rá. Erre visszatérve a sörös megoldásunkhoz, mi, amikor azt csináltuk, a Foursquare első naptól kezdve úgy tekintettük, hogy majd, ha ez elkészül, egy partner lesz, és nem pedig egy versenytárs. Hiszen hozzájuk képest már levele voltunk maradva, tehát szélmalomharc lett volna a küzdeni ellenük, és igazán föl kell ismerni azt, hogy ki tud nekünk segíteni, vagy kiket tudunk mi segíteni, és hogyan tudjuk együttműködve csinálni a dolgokat. És akkor, hogy itt egy kicsit absztrakt volt a dolog, hogy megmutassam egy kicsit, hogy azért ebből lehet ténylegesen csinálni is valamit. Keyboard az egy partnercéggel létrehozott projekt, ami egyébként egy projekttervező szoftver. Ez már kint van a Apple App Store-ban közel 1 éve, most bocsájtunk ki egy újabb verzióját. Nagyon érdekes az alkalmazást. Nagyon érdekes volt föltárni azt, hogy az ügyfél mit szeretett volna, és még érdekesebb volt az, hogy az ügyfél is egy szoftverfejlesztő volt korábban, és még így is milyen nehéz volt eltalálni azt, hogy ő mit szeretne. Gyakorlatilag 4 hónapig beszélgettünk róla, hogy mit is akar ő pontosan, és nem azért, mert nem tudta, hanem azért, mert ő nem egy projektmenedzsment terméket szeretett volna, hanem egy projekttervező terméket, és az én tapasztalatomban projektmenedzsment volt, és egyszerűen nem tudtam könnyen váltani abba a gondolkodásba, ami neki van, és ő is azóta azt mondja vissza, hogy még az ügyfeleknél is nagyon nehéz ezt a változást neki létrehozni. Tehát rengeteg konferencián, bemutatón vesz részt ahhoz, hogy ezt a lépést meg tudja tenni, úgymond a üzleti szféra, hogy ezt a terméket elfogadja. Ez a termék egyszerűen arra koncentrál, hogy egy alkalmazás adjon kizárólag a projektmenedzsernek és a top menedzsereknek ahhoz, hogy monitorozni tudják azt, hogy a cégnél futó projektek hogyan mennek, és azokon különböző riportokat csinálni. És igazán az erőforrásokat, a költségkereteket veszi figyelembe, és külső projektmenedzsment szoftverekből lehet adatokat behozni. Jó, és itt visszatérve, hogy ez hogy épülhetett a Golivolira,
Igazán a Golivoliba háromfajta termékkel, háromfajta objektummal dolgozunk, erőforrásokkal, promóciókkal és termékkel. Belegondolunk egy cégnek, nagyon máshol nincs is. Ez a három és ezek közötti kapcsolatok bármit le tudnak hívni. Itt a projekttervező szoftvernél háromfajta entitás van, egy projekt, egy task és dokumentumok és a köztük menő üzenetek. Tehát igazán innentől kezdve a mi feladatunk annyi volt, hogy ezt az absztrakciót megtegyük, és nagyon szépen rá tudott simulni, illetve írtunk hozzá egy iOS-es, Apple-ös klienset a megrendelők számára. Jó, itt konkrétan erről az alkalmazásról annyit, hogy igazán még annyit csinál, hogy így a menedzser, projektmenedzser tényleg bárhol és bármikor meg tudja nézni azt, hogy állnak a projektjei. Úgyhogy ez egy konkrét alkalmazás arról. És akkor egy kicsit visszatekintés, hogy akkor miről is beszéltem eddig, hogy mit is tud a keretrendszerünk. Egyrészt ugye volt a kisfogyasztóknak szóló alkalmazás. Itt arról kell gondolni, hogy a kisfogyasztónak mire van szüksége, a kisvállalkozásnak elsősorban arra, hogy bevonza a vásárlót a boltjába. Itt ez online megjelenés kell, nem feltétlenül arra kell koncentrálnunk az ő esetükbe, hogy hogyan tesszük olcsóbbá a folyamataikat, hiszen neki egyelőre meg kell élnie, profitot kell termelnie. Tehát itt arra koncentrálunk, hogy bejöjjön az a vásárló a boltba. Viszont ha mi, mint cég kisvállalkozás után megyünk, akkor nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ha 5 perc alatt nem tudjuk neki elmondani, hogy mit csinálunk, akkor már elvesztettük. Sokan vannak, nincs is arra energiánk, hogy nagyon sok erőforrást bocsássunk egy ember, egy megrendelő részére. A második az a közép- és nagyvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatás. Itt talán azt emelném ki, hogy ha nagy problémát szeretnénk megoldani, és erről már igazán beszéltem, akkor próbáljuk meg először az alacsonyan lévő gyümölcsöket leszakítani. Ne az egészre koncentráljunk, hanem nézzük meg tényleg, hogy mi az a közvetlen kisebb probléma, ami már segíti a megrendelő életét, és akkor szépen lassan innen bővülünk, és akkor nem követjük el azt a hibát, hogy hosszú drága fejlesztési idővel esetleg akár mellé is lövünk. Jó, és ezután alakult ki a GV3 keretrendszerünk, amit mégis a Sanyi fogalmazta meg nekem egy pár hónappal ezelőtt, hogy akkor a Golivoli akár egy startup keretrendszer, és erre én nem is gondoltam akkor, legalábbis ezekkel a szavakkal nem, de valójában igen. És itt nekünk az van a kezünkben, hogy most tényleg van egy rendszer, amivel egyszerű problémákat gyorsan meg tudunk oldani. És akkor én itt még azért kiemelném azt, hogy azért az egész projekt alatt talán a legfontosabb, és oda kell figyelni arra, hogy tényleg legyen szükséges funding a projektjeinkhez, mert nagyon le tudnak lassulni a dolgok. És ha van pénz, akkor a fókusz is gyors tud lenni, és a szállítás is gyors tud lenni. És akkor végére csak így meg szerettem volna mutatni, hogy ők azok a cégek, akikkel jelenleg partnerségben vagyunk, és hát itt reméljük azt a pontot, hogy innentől tudunk komolyabb fejlődésbe kezdeni. Én úgy érzem, hogy azért voltam itt, mert Békés Csabáról indultunk, de így a utazásokkal, a nemzetközi kapcsolat egyik üzlettárs az amerikai, a másik csendes az is amerikai, a egyik befektetőszék ciprusi, a másik amerikai. Tehát igazán, ha bár Békés Csabáról indultunk el, már most is egy nagy nemzetközi, nem nagy, egy nemzetközi dolog vagyunk. Úgyhogy globális is, de mégis lokális is. És akkor én a Sanyi így már utalt egyszer, és akkor így a végén még azt én is felhoznám, hogy egy 3 gyerek mellett elindítani 2013-ban ezt az irodát nagyon-nagyon nehéz döntés volt. Mert hamar rájöttem, hogy Békés Csabán nem fogok olyan embert találni, aki ezt le tudja nekünk programozni. Gondolkoztunk egy kicsit Szegedbe, de aztán rájöttünk, hogy ott sem, hiába van egyetem.
És hát sokszor mondjuk, hogy Magyarország egy városból áll, gyakorlatilag el kellett menni Budapestre, és a nagy meglepetés az volt, hát ott se találunk embert. Tehát jó, a mi költségkeretünket hozzá kell tenni, hogy azért lenne ember, hogyha ha mondjuk többet tudnánk fizetni. De aki az informatikában egy kicsit otthon van, az tudja, hogy nagyon-nagyon nehéz most embereket találni, akik komoly tapasztalattal rendelkezik, és nyitott az hamar álljon, hogy kicsit nyugatabbra már is duplázódik a fizetése, tehát elmegy. Kevesen maradnak itthon, akik itthon maradnak, nagyon jó keresnek, boldogok, miért váltsanak céget, ha ott is jól vannak, ahol vannak. Juniorokat pedig betanítani mindig óriási kockázat egy olyan iparágban, ahol gyakorlatilag nem tudom, mi a mostani átlag, de korábban hallottam, hogy 6 hónaponta váltanak céget az emberek. Még az az ötlet is felmerült, hogy hát Békés Csaba közel van Romániához, próbáljuk meg Romániát. Fölhívtam egy aradi barátomat, aztán mondta, hogy ott meg mennyit keresnek a projektmenedzserek, akkor elgondolkoztam, hogy mit csinálok rosszul, mert ők jobban keresnek, mint mi keresünk. Tehát így Románia is kiesett, és akkor ő még azt mondta, hogy ott még rosszabb a helyzet, mert ott 3-4 havonta mennek el a vicékkel az emberek. Tehát junior embert kiképezni, óriási kockázat, senior embert nem talál az ember. És hát ebbe a környezetbe próbálunk most kiugrani, és meglátjuk, hogy milyen sikerrel. És akkor köszönöm szépen, én ennyit szerettem.